Peace. Sziasztok, én Tarci vagyok. Folytatnám is a Farming Simulator 22-ről az eddigi infók ismertetését számotokra. Ezúttal nézzük meg, mi újság a játék új gyárrendszerével, növényekkel és mi történt a talajjal. Térjünk is rá a termelési láncra, vagyis a gyárakra. Vegyük most példának a gabonamalmot, ez most nem csak egy egyszerű búza értékesítési hely, ez egy termelő üzem és egy olyan hely, amely feldolgozza a szemeket, vagy keressük fel egy másik malmot, amely már szerepel a térképen, sőt, akár építhetünk is egy sajátot, ha van elég tulajdonunkban lévő földterület. Ahelyett, hogy búzát csak betakarítás után értékesítenénk, a malomba is szállíthatjuk, hogy finom lisztet kapjunk belőle, szállítsuk tovább a pékségbe, lehetőség lesz kenyér vagy sütemény előállítására. A legtöbb üzemben többféle termelés is áll rendelkezésre. Változó beadandó nyersanyagokkal és kijövő kész termékekkel. Receptenként szerepelnek megmutatva, hogy mi is lehetséges. Süssünk egy kis tortát. A gyárakban összetevőket is tárolhatunk, ha olyan terméket szeretnénk készíteni, amely több összetevőt igényel. Akkor, amint az összes összetevőt hozzáadtuk, kezdhetjük is a gyártást. Abban az esetben, ha valami finom süteményt szeretnénk készíteni, szükségünk lesz teljes alapanyag receptre, liszt, tojás, cukor, tejval és mondjuk az eperre. Finom kis torta, mint amit a képen is láthatunk. Ez meglehetősen összetett folyamat, megköveteli, hogy sok olyan összetevőt szállítsunk, amelyet először be kell takarítani, vagy saját magunknak előállítani. A vajat a tejüzemben is termelni kell friss tej szállításával, viszont több gyárat és üzemet is indíthatunk egyszerre pillanatok alatt. A gyártás és termelés után több lehetőségünk van, hogyan is adjuk el. Vagy az üzem azonnal eladja automatikusan, vagy pedig lehelyezi palettákat, amiket elszállíthatunk. Legtöbb esetben mi dönthetjük el, hogy hol szeretnénk eladni az árut, szupermarket vagy gazdapiacon. Termelési lánc. Az összes termék, gyártóüzem és termékgyár kapcsolat. Egyre több farmer keresi a módszert arra, hogy minél több pénzre tegyen szert és bővítse a jövedelemszerzés lehetőségeit. Farming Simulator 22 rengeteg új különféle lehetőséget kínál tevékenységek bővítésére. További pénzforrás érdekében ne hagyjuk abba a learatott termés eladásánál, ha többet szeretnénk keresni, indítsuk el termelési láncokat. A 22-ben összesen 13 különböző gyár és üzem található, amiket nem csak ellátni kell, hanem megvásárolni és birtokolni is, illetve elhelyezhetünk saját szempontunk szerint is akárhová ezeket. Bármit és készítünk el, azt helyben készítik. Legyen szó sajtról, a tejüzemből, lisztről a gabonagyárban, vagy akár ruhákról a szabó műhelyben. Brutális sok termék és meg annyi sok kombinációja a listában. Nézzük meg az új termékek ikonjait és a teljes új láncrendszer, üvegházakba található eper és társaival folytassuk. Üvegházak. A 22-ben az üvegházak visszatérnek, eltűntek a 19-ből. És nem is akármilyen formában, hasznosabbak és szükségesebbek lesznek, mint eddig bármikor. Fel kell készülnünk az egész éves kertészkedésre, amik a fedett és dekoratív üvegházakat foglalja, így előjáróba magában. Mivel persze, ha az évszakokkal játszunk, télen nehéz lesz a földi munka, és a jövedelmünk is eshet, de ennek segítségére jön fog nagyon sok alternatív pénzforrás, az üvegházak ennek része. Építeni lehet bárhol, bármikor évszaktól függetlenül, akár egy egész üvegház farmot is építhetünk gazdaságunknak, ha épp azt szeretnénk. Napfény begyűjtésével az üvegen keresztül védi meg a palántás növényeinket a nagy téli fagyoktól és egyéb időjárási tényezőktől. Az építési módban találjuk majd őket a gyárak között, és többfajta három méret között lehet majd válogatni. Kicsi, közepes, nagy, dupla kamrás, és háromfajta növényt termeszhetünk üvegházainkban, paradicsom, saláta és eper. Ha bármikor is egy eper vagy paradicsom üvegház farmról álmodtál, most itt a lehetőség, hogy valóra váltsd. A termelési lánc képernyőjét megnyitva, amelyben láthatjuk majd üvegházainkat listázva, és kezelhetjük őket külön-külön. Az üvegházakhoz nem kell más, csak víz, hogy gondoskodjunk terményeinkről, és további tápanyagot és adalékot már tartalmazzák az üvegházak földjei. A menüben az üvegházaknál kiválaszthatjuk a manuális raklap lekérést, hogy mi szállíthatjuk, vagy pedig, hogy automatikusan eladja őket, de ekkor nem felhasználható. Hamarosan magunk kezügyébe is vehetjük az üvegházgazdálkodás rejtelmeit. Na de ha már növények, folytassuk a szántóföldi növényekkel. Az új növények a 22-ben három új növényt mutattak be, ami nem más, mint a szőlő, cirok és az olajbogyó.
Természetesen az új gyáraknak köszönhetően majd tovább is dolgozhatjátok a terményeket, de most először is nézzük meg az új növényeket, hogy mit is tehetünk velük. Kezdjük a gyümölcs termelést a szőlővel. Sokat fogtok majd szórakozni, amikor számtalan szőlőtőkét ültettek a domboldalakra és ívelt mezőkre, csak úgy, mint a valódi szőlős kertekben. Szőlősorokkal csíkozva meg a tájat, amitől igazán idilli megjelenés kölcsönöz a kilátásnak, mintha a farmad egy nyári szállás lenne. Ahhoz, hogy a lehető legjobb mértékben élvezhessük a szőlő ültetvényeket és a festői látványát, természetesen ahhoz gondoskodni is kell majd a terményről, speciális felszerelésekkel a gyümölcsöt kell majd műtrágyázni, talajt lazítani, gyomlálni és mulcsolni. Amennyiben a játékot az évszakokkal használjuk, figyelemmel kell tartani a termésnaptárt is. Március és július között van a szőlő ültetési szezonja, és ne pazaroljuk az időt, mert szeptemberben be is kell takarítani. A New Holland Broad 9070L speciális kombájnal. Oliva bogyó a mediterrán hangulat jegyében. Ha nem elégszünk meg a szőlővel a mediterrán hangulat érdekében, menjünk tovább és ültethetünk olajfákat is a földekre, mezőkre, amik úgy néznek ki, mint a kis fák sűrű szőnyege messziről nézve. Ez is lehet akár gyönyörű látvány. Az olajbogyó gondozásában van némi különbség is. Például, hogy az olajbogyó megegyezik a szőlő ültetési ciklusával március és június között, de valamivel gyorsabban kell majd betakarítani őket, az olajbogyó betakarítása csak szeptemberben van. Ismételten a speciális növény betakarításához szükséges New Holland Broad 9090X fog segítségre szolgálni. Persze még egy növény, új típusú gabona, a cirok. Érkezni fog egy új cirokmag is, az édes fűfélék családjába tartozó cirok az egyik legfontosabb élelmiszer a világon, leginkább száraz éghajlatú területeken termesztik őket, ezért a világon egyre fontosabbá válik. Termelés és gyárak működtetése az új terményekkel. Mivel a Farming 22-vel bevezetik az üzemi láncokat, a betakarítás után feldolgozhatjuk a terményeket. A szőlőből például majd finom szőlőlevet készítetünk, majd a szárított szőlő is ízletes. Az olajbogyóból majd magas minőségi olívaolajat tudunk előállítani. Sőt, nem nagy meglepetés, de a cirokból készítettünk majd lisztet. A szőlő és az olajbogyó ezért is remek termelő kiegészítő, mert különféle egyéb játékmechanikához is kötődnek. Például az új gyártási láncokhoz, a vadonatúj mediterrán éghajlatú térképekhez több mint illenek, odavalók. Ráadásul, mivel a szőlőket kézzel kell elhelyezni, gyorsabban is foglalkozhatunk velük, de ezek új és további fejlesztett építőmód részei is. Mi a különleges az új speciális gépekben? A szőlő és az olajbogyó különleges növény. Ha megnézzük a használt gépeit, a szőlőtőkéknek van ütköző felülete, ezért gondosan kell manőverezni a gépeket a szőlő mentén, ellenkező esetben megkárosítjuk a növényt. Legyetek óvatosak! Emiatt a gépek nagyon kicsik és speciálisak a szokásos terepi munkákhoz képest. Az új gépek munkaszélessége körülbelül 1-1,5 méter, nagy traktorral nem fogunk tudni vezetni a szőlőtőkék között. Sőt, ez azt jelenti, hogy egy kicsi időt töltünk el azzal, hogy gondosan dolgozzunk a szőlő között. Érdemes lesz, nem csak azért, mert kifizetődő feladat, hanem mert a bankszámlát is boldogabbá teszi. Mennyi procedúra ez az ültetés és az aratás? Speciális műtrágyagépekkel permetezzük a növényeket hozamjavítása érdekében. Ahogy más növényeknél a speciális betakarítókkal történő aratás után vissza kell vágni a leveleket, hogy a szőlő újból megnőhessen, ez csak a szőlő esetében szükséges. Mindezt amire rárakjuk, a talaj. Első elem az új Parallax Occlusion Mapping. Köszönettel a Giant Engine 9-nek a Parallax Occlusion Mapping beleépítésre került, és ezáltal a Farming Simulator 22-ben a felületek, dombok sokkal valósághűbbek és természetesebbek lesznek. Abban is nagy segítség a Parallax Occlusion, hogy a játék terepét és egyéb felületeit is részletesebbé és dinamikusabbá tegye, persze ha a funkció kibe van kapcsolva a játékbeállításokba. De most nézzük át, hogyan is működik a valóságban ez a rendszer. Megpróbálom meg könnyebben, leggyorsabban elmagyarázni. Parallax Occlusion Mapping egy olyan fajta technika, ami növeli a felületeket textúráit és mélységet ad a részleteknek. Szimulálni tud némi dinamikus talajt is, sokkal élethűbb lesz a föld szerkezete, amitől reális dinamikusnak érezzük majd. A Farming 22-ben a traktorunkhoz csatlakoztatott mulcsozót használunk, amellyel friss
füvet vágunk és hordunk fel a talaj felszínére, például szőlő vagy olajfa ültetvény művelésekor. A termés betakarítása után a táblán maradt tarlót is mulcsozhatjuk a termelés növelés érdekében. És mivel még mindig sokak számára fontos, a talajtakarással is garantálja a szőlő és olajültetvények látványát, mivel a talajtakarás hatására a szőlőültetvényen is minden szép és tiszta lesz, milyen csodálatos. Emellett az erdészeti részlegben vannak nagyobb típusú mulcsozók is, még bokrokat és tuskókat is takarnak, semmi sem akadálya a mulcsozást, ha a megfelelő gépet alkalmazzuk. Új funkció a kőszedés. A mulcsozás csodálatos világát elhagyva egy kemény valóság szunnyad a földben, kövek. Művelés vagy szántás közben kövek bukkolhatnak fel a táblán. Attól függően, hogy milyen kultivátort használunk, a kövek mérete változó. Altalajlazító segítségével nagyobb sziklákat áshat ki, mint a sekélyebb talajmunka. A talaj most káoszban van, de most mi van? A köveket gyűjtsük kőszedővel, még további pénzt is kereshetünk, ha eladjuk őket a törmelék darálónak. Mielőtt elkezdenénk vetni a veteményeket, ilyen vagy olyan módon gondoskodni kell a kövekről. A köveket is kikapcsolhatjuk, ha úgy tetszik. Ha a felszínen hagyjuk őket, károsíthatja a gépeket, nem csak a probléma súlyosbodik, egyre több és nagyobb kövek fognak előkerülni. Ha nem szeretnénk gyűjteni őket, van egy másik módszer is, hogy megszabaduljunk tőlük. Legalábbis a kisebbektől. Ez pedig az új funkció, a talajhengerelés. Ha nagy köveket szedett ki a földből, össze kell gyűjteni őket. Kisebb kövekkel művelés vagy szántás után felfordítva is használható, ezt látványos megjelenési mezőgazdasági szerszám az úgynevezett henger, és egyszerűen nyomhatja újra a talajba, igen, csak guruljunk át rajtuk, jöttek veszélyeztetni drága gépeink épségét. A hengerek azonban nem csak egy eszköz a művelés vagy a szántás sziklás következményeinek elrejtésére, a vetemény elvetése után további hozambónuszt kap a magágy felborítása, simítása és összenyomásakor. A termés típusát és a tábla méretét tekintve jelentős pénzösszegről beszélünk. Ott is van az ösztönzés, hogy tovább lépjünk, ha legelők rajongóinak érezzük magunkat, ahogy a réteken forgolódva megtermékenyítő szakasz biztosít, fő hengerelése visszaállítja az első növekedési szakaszba, ezért érdemes a frissen nyírt és lenyírt füvet hengerezni. Ez a videó annyi lett volna, iratkozz fel, hogy ne maradj le a további videókról, minden jót, sziasztok!